Na szevasztok! Ezer éve készülök már egy mobilos videóval, meg ígértem is már nagyon sokszor, úgyhogy most betartanám az ígéretem. Jártam a piacon, és vettem egy csomó telefont. Nem is húznám tovább a szót. Jöjjön az első. Ja, annyi, hogy egyik sincs feltöltve, de hát ezt már a videókból megszokhattátok, hogy sose készülök előre. Na szóval, az első. Lehet, hogy jobb, ha kikapcsolom a vakut? Ja. C55. Ezt használtam is egyébként, vagy hát nem ezt, hanem ilyet használtam is egy darabig régen. Azt hiszem sárga volt a háttérvilágítása, persze nem kapcsolom már be. Ez már úgy egész pofás kis mobil volt. Ezt csíptem. Nincs itt véletlen a töltője? Mert hogy töltőt is vettem egy párat. Ez milyen töltő? Ez nem ehhez való? A kamerán keresztül nézem, és idétlenkedek. De pedig ez valami ilyesmi. Aha! Ho-ho-ho-ho! Na, ezt felrakom tölteni. Addig ezt megállítom. Na, feltettem a kis Siemens-et tölteni. Persze még semmi jelét nem adja életnek. De hát biztos, hogy sok idő kell neki. Valaki kért Nokia-s videót. Tessék, Nokia. Ez még be is kapcsolt. Csak lemerült, és itthon meg nincs ilyen töltőm, amilyen... Hol van? Hol? Ebben ilyen apró töltő kell. Ja nem, a nagy töltő kell, csak nincs benne aksi. Igen. És nem volt kedvem előszedni. Színes kijelző, kis joystick középen. Mi is volt a rendszer neve, ami futott rajta? Már elfelejtettem. Írjátok már meg kommentben, mert rohadtul elfelejtettem, hogy mi volt már az a rendszer, ami futott rajta. A Nokia-nak az a saját... Mi a fene volt? Nem fog eszembe jutni. Symbian, az volt az. Symbian volt az. Ez nagyon menő üzleti telefon volt. Látott már szebb napokat, alig lehet szétnyitani. Na mindegy. Ezt félrerakom. Sony Ericsson. Színes kijelzővel, érintő ceruzával, már internetezni is lehetett vele. És oda tekerő van rajt. Na, csak jobb ez így. Ennek azt hiszem, hogy lehetett cserélni a gombsorát. Igen. Sőt, nem csak azt hiszem, hanem tudja, hogy lehetett cserélni a gombsorát. És figyeljétek, milyen menő a kamerája. Így lehet kinyitani a lencsét. Kemény. Nagyon menő. Ezt is bebírtam már kapcsolni, persze. Mind lemerült, mire oda került a sor. Ehhez van legalább kábel is. Szóval fel is fogom tudni tölteni, de nem készültem most. Sony Ericsson P990i. Nagyon menő telefon volt. És baromi drága. Be kell mutatni? Nem hiszem. Egész jó állapotban van. Azt hiszem be is kapcsolt, mert vergődtem, talán valahol volt itt egy aksi. Nem most hoztam ezeket már haza, csak most volt időm videózni. Milyen menő már ez a tok rajta. Ú, de imádtam a hangját. Imádtam ezt a telefont. A mai napig imádom. Nagyon szeretem. Annyi van már belőle, mint a rosszabb. És ehhez adtak töltőt is. És a kettőt vettem talán valami 700 forintért. Megvan még egy töltő pluszba. Megvan még egy gyári előlap és hátlap pluszba. Méghozzá egész jó állapotban. Aztán van itt egy LG P720 talán. Ez nem annyira érdekes. Szerintem ez megfogta magát, azt nem engedte el. Nem tudom, nem működik. Nem akar bekapcsolni, de még csak tölteni se tölt. Van hozzá gumibugy is. Jó volt, ilyen nem is volt régen, ezt csíptem nagyon ezt a telefont. Na, aztán. Nokia. 3310, de sajnos nem az van benne. Vannak benne ilyenek. Dupla SIM-kártyás hátlap, bontatlan, 1500 forint volt annak idején.
Két kártyás átlag, kemény. Ez csak egy burkolat. Egy ilyen telefont is szeretnék nagyon. Szintén burkolat. 34-10-es burkolat valami. Nem tudom milyen hátlappal. Még egy bontatlan dupla kártyás hátlap. Focus please. Köszi. Ez talán világítós gomsor, gumigomsor. Nagyon menő előlap és hátlap. 18-as karikát már is rakhatom ki. Ez meg egy Nokia burkolat. 4000 forintért. Ez csak azért, mert új. Aztán itt meg Nokia papírok, aksik 32-10-be. Két darab aksi. Tipikus törött. Tűha, valami 33-10 hátlap. Ez egy 32-10 bélés. Ez csak a bele a telefonnak. Látod már az is szebb napokat. Itt meg hozzá a gomsor. Meg néhány papír a dobozban. Meg egy ablaküveg. Milyen király majd van hozzá egy ári leírás. Ha esetleg nem tudnám, hogy hogy kell használni, majd lehet át is olvasom. Ja nem. Aztán! Egy újabb Nokia-s doboz. Sajnos ebben sem az van. Csak a könyve van, meg a fülhallgatója. De ezt meg azért hoztam el, mert lehet, hogy még egyszer lesz bele egy készülék. Sőt, még az is lehet, hogy valahol van ilyen. Nem tudom, vissza kéne nézni a régi mobilos videóimat. Azok a mobilok még mindig be vannak dobozolva, és fogalmam sincs, hogy mi van. Bang! Jaj. Bang! Életem első okostelefonja. Mármint, hogy ilyen volt. Baró mobil! Ennek meg az a baja, hogy a világon van, de azon kívül, hogy nem kapcsol be. De nem, bekapcsolt, meg kipróbáltam, és ez van egy másik aksim is. Jó. Ja. És szerintem szoftverrel mókoltak, és bootloopos, mint az állat. Mindegy, ezt meg lehet még javítani. Mondjuk sok mindenre már nem jó, egy mag, 1 GHz volt, meg talán 512 RAM. De lehet, hogy még azzal is sokat mondok. Azért imádtam ezt a telefont, mert bármit meg lehetett vele csinálni. Kibírt mindent. Éppen egy világégés, nem? De amúgy tényleg minden. Na, már itt van ez bele, hányom ide. Meg tudjátok, szeretem az ilyen dobozos motyókat. Ha megvan a doboz, az már fél siker. Na, miért nem maradsz ott? Azért? Én nem csinálom, jó mi? Ne már! Ördög és pokol. Hát, vagy valami ilyesmi. Na, mindegy. Jaj, persze, boríts fel az állván. Na, erről ennyit. Mi volt ez? Motorola Defi Plus. Ja! Fú, de király volt. Én is annak idején mit össze? MB 526, a sima Defi meg 525 volt. Mit összevergődtem a szoftverével? Cyanogen modot raktam rá. Cyanogen mod 7-et. Az jó volt. Na, aztán. Mert hogy van még itt. Galaxy Mini. De hol van belőle a gép? Mint ahogy emlékeztem volna, hogy van benne. Na várjatok, már elő kell szedni. Mert hogy ilyen nem volt. Ez most empty. Majd lehet, hogy ebbe lesz. Lehet, hogy összehánytam. Corby. Ez volt már egy hulladéktelefon. De ebből is hiányzik. Á, itt van. Ebbe itt az utc. És ez működik, de olyat csinál, hogy ilyet még ember nem látott. Figyeld, megfordult benne a kép. De hogy? Ezt valaki meg tudja nekem mondani, hogy ilyen hogy lehet? Hogy megfordul a kép? Persze látszik, hogy több sebből vérzik, több csapás is ért azt a kijelzőt, de mégis hogyan tudott megfordulni a kép? Szép napot, kösz, bye!
Figyelitek azt a felhasználói élményt? Megfordult a kép. Durva. Nagyon kemény. Van hozzá. Nem ám csak úgy, hogy izé. Sárga meg rózsaszín hátlap, vagy mi ez. Áj, pont most csörög ez a rákos telefon. Na mindegy. Ja, meg van hozzá fekete is. Ezt hogy kell kikapcsolni? Ja, úgy, ahogy be. Hú, de kemény fényképezője van. Na mindegy, ebben már nincs semmi. Aztán. Ez sajnos csak egy doboz. Ebben nincs semmi az ég egyet a világon. Nem úgy, mint ebben a CD-tokban. Tévedtem, ebben egy csak papíron. Még egy Vodafone-os. Ki lehet ez a telefonszám? Valaki hívja föl. Ebben viszont benne van a cuccos is. Kiborgoknak. Hogyan van ez? Na mindegy. Ezt ingyen kaptam. Aztán van itt egy ilyen. Ja, nem. Ez nem telefon. Ezt a retro gépekhez szerváltam. Már nagyon régóta vágytam egy ilyenre. Sokkal jobb, mint a sima wifi stick, mert hát van rajta antenna. Ezáltal erősebb a jel. Na jó, ez most nem ide tartozik. Ez Kínából jött. Ez megint nem ide tartozik. Végé a HDMI. Aztán mi van még itt? Bang! 6.218.000 éve anyámnak volt ilyen telefonja, és használtuk, és jó volt, és működött. Jó, hát mondjuk nem tudott meghibásodni, mert nagyon túl sok mindent nem tudott, szegény. Mi volt ez? Hö? 1999. 5. hó 20-a. Tyűha, 20 éves cuccos. Kíváncsi ennék, hogy működik-e. Nem fogjuk megtudni, mert nincs bele akságy. Látjátok, mekkora ez a telefon? És fémből van. Valami telenoros szutyok. Sajnos nem kapcsol be. Meg ilyen... fura töltő van hozzá. Szóval nem is tudtam feltölteni. Az is lehet, hogy csak le van merülve. Kíváncsi ennék, mit tud. Apró egyébként, nézzétek meg a tenyerembe. Kis pici. Mondjuk a korbihoz képest. Kis pici. De jó súlyban van. És ez még működik. Ja, Istenem, ilyenekkel szaladgáltunk régen is, fotóztunk, élveztük, vettük föl a videót, kb. Olyan minőségbe vette föl a videót, mint egy krumplival videóztál volna. Na, itt a mini, amit kerestem. Azt hiszem, ez is működik. Or not? Ah, működik. Ezt ide lerakjuk. Megvárjuk még bebútól. Erről már volt videó, ez csak most úgy előkerült. Ez is működik. Ez egy nagyon-nagyon szép állapotban lévő telefon. Jó. Fú, de szeretem ezt a telefont. Ha lenne belőle egy is változatom, egy jégkék kijelzős. Oh, imádnám. Jó. Na ezt nézzétek meg. Régen volt ilyenem is. Erre is cyanogenmodot raktam, hogy valamennyire működőképes legyen, mert az eredeti szoftver az olyan, mint a...
Nem mondom meg milyen. Vajon mire lehet jó még egy ilyen telefon a semmin kívül? Ja, pont arra. Mi volt ennek a típusa? Semmi? GT. GTS 5570. Hú, de zajos a kép. GTS 5570. Én csíptem ezt a telefont. Bár nekem már akkor volt, mikor már baromira nem volt jó telefon, ezért a szoftverével játszottam, hogy valami olyan szoftvert rakjak rá, ami még valamennyire használható. Nézd már! Itt van még egy... Na, hogy a kettőből csináljak egyet. Ja, aha, ezen itt látszik, hogy a kijelző az... Halilali papi. Ezen viszont nem látszik a kijelzőn semmi. Ez viszont nem kapcsolt be, ennek meg a kijelzője törött. Na, ennek majd nekiugrok. Talán. Lehet. Klasszik piskóta alkata. Olyan retkes, hogy mindjárt hozzáragadok. Lehet, hogy nem is tudom lerakni, mert hozzáragad a kezemhez. Sose csíptem ezt a telefont. Csúnya volt, meg olyan volt a hangja, mint a vederből szólna a csengő hangja. Nagyon mobil. Nagyon mobil. Nekem ezek kimaradtak valahogy. Amikor ezek mentek, nekem Samsungom volt. Nem tudom már megmondani melyik fajta, de az is ilyen szétcsúsztathatós sztori volt. SG720, SGH, SEH, valami. Te, nem ez való ebbe a dobozba, amit ide kihálltam? Hol van? Jó, nem. Majdnem. Azt hittem. Pláne, hogy az Nokia, ez meg Sony. Színes kijelzőről ez, elő-hátul. Már nem tudok ezekről többet mondani, mert fingom nincs, mi van benne. Ja, itt egy másik mini. Ennek nem tudom, mi van. Jaj. Rakjunk már bele egy aksit, nézzük meg, hogy azzal mi van. Semmi. Ojaj, már 17 perc a videó. És most... hát, hogy mondjam, olyan helyen lakok, ahol korlátozottak az internet hozzáférési helyzetek. Szóval 5 mega a letöltés. 5 megabit. Majdnem felnöktem ezt a vackot. Szóval 5 megabites letöltés mellett körülbelül van 0,000000 megabit feltöltés. Egy Nokia. Nokia. Látod, már ez is szebb napokat. Fingom nincs, hogy ezek működnek-e. Nagy részét a piacon szerváltam. Amit meg nem onnan szedtem, az meg fogalmam sincs, hogy honnan van. Aha! Vannak itt a töltők, kérem szépen. Ja. Fel is rakom tölteni alig, hanem azt a Sonyt. Hát, hogyha tudok belőle csinálni egy másik videót. Hol van a Sony? Hol a Sony? Hol a Sony? Hol a Sony? Itt a Sony. Felrakom tölteni. Hát, hogyha tudok belőle csinálni egy másik videót. Egy pillanatra addig megállítom. Na, közben ránéztem a Siemensre is, amit feltettem tölteni. Az is elkezdett már tölteni. Nézd már, ebből kettő van. Jó, minden Sonyt fel tudom tölteni. Na, majd egyszer csak. Mi van még itt? Nézzük. Ó, itt a kis Nokia töltő. Akkor fel tudom tölteni. Jaj, majdnem elfelejtettem megmutatni. Ezt! Ezt annak a srácnak szerváltam, amelyik annyira akart Nokiás videót. Tessék! Van vagy fél kiló. Sajnos az antennája az oda lett. Ebben jó az a töltő?
Oh no, nem jó bele. Shit. De be a sima Nokia töltő sem jó. Mint ez meg nagy. Ha, nem találok bele. Ez meg nagy. Nokia 2110? Azt hiszem. Mindjárt megtudjuk. Látjátok ezt a hatalmas SIM-kártyát, ami benne van? Csak ki van belőle törve már a közepe, de régen ekkora SIM-kártyák voltak. Made in German. Durva. Na, ezt nem tudom kikérte, de annak a srácnak, aki a Nokia-t könyörögte. Megpróbálok majd hozzá egy töltőt valahonnan elővakarni. Mi van még itt? Siemens töltő, Sony töltő. Bam. Ezt már egy korábbi videóban bemutattam, ez most csak úgy előkerült a semmiből. Ez is jó lenne egy töltőt elővakarni valahonnan. Aztán van még itt egy Sony Ericsson. Egy Sanyi Ericsson. Ezeket nem szerettem, nem is tettenek. Ó, van itt még egy csomó telefon. Ezt nézzétek meg. Még Nokiák. Mondtam, hogy imádom ezeket. Amikor látok ilyet, mindig megveszem. Te ebben van aksi? Ja, úgyhogy ezt megpróbáljuk feltölteni. Akkor kiderül, hogy melyik jó, meg melyik nem. Még egy Sony Ericsson. Nem tudom, minek ebből ennyi, mikor nem szeretem őket. Meggyűjtöm, azért. M35. Nagyon csíptem ezt a telefont. Hol van a paria? Hova raktam? Ja, ez volt az. Ez volt, ez ugyanaz, mint ez. Csak ez ütésálló, meg vízálló, ez meg nem. Meg ennek van hátlapja, ennek meg nincs. A változatosság kedvéért. Még egy 32-10. Na tessék, a srác nagyon akart Nokiás videót. Tessék. Nokia, tessék. Hol van még? Hol van még? Tudja, hogy van még valahol Nokia. Nokia? Hát persze, hogy van. Itt van ez is. Meg itt vannak ezek is. Egy. Azt hiszem nincs több Nokia. Most itt hirtelen. Egyébként van még egy pár. Mert hogy én a Nokiákra vagyok a leginkább ráizgulva. Ja, van még Nokia. Nokia. Ja, meg van még itt egy Nokia. Ennek nem tudom, mi történt a kijelzőivel. Nem szeretném tudni, hogy mi van rajta. csak úgy mutatom. Még valamikor ez is bekapcsolt. Már most ez sem óhajt. Mi van még itt? Még egy Siemens. Ez ilyen nagyon olcsó telefon volt. Még mindig van? Jaj, Sony. J6? J7? Jé. Na ehhez nem lesz soha büdös életbe töltőm, ezt már alapból megmondom. Mi ez? J70. Ez fura telefon volt, mert itt oldalt kellett csavargatni, meg bündyürgetni, hogy valamit tudjál vele kezdeni. Nem fogom tudni ezt soha kipróbálni, mert a büdös életben nem fogok hozzá tudni szerezni töltőt. Istenem, de jó, hogy már azt a világot érjük, hogy mindenbe ugyanolyan töltő kell. Ez meg egy... Ja nem, ez nem telefon. Ezt a Golfba rendeltem. Izzószett, ledes. Nem, a led nem izzó. Az izzó, a led meg led. De nem oda tartozik. Még egy Sony Ericsson. Meg rendeltem még ilyet. De hogy ezt most minek mutatom meg, azt nem tudom. És egyébként azt sem tudom, hogy minek rendeltem. De mindjárt megmutatom, mire jó. Bedugod az USB-be, olyan, mint egy lázmérő. Bedugod az USB-be, az világít. És rendeltem belőle rögtön kettőt, mert hogy hiánypótló. Amúgy nem tudom, minek kell, tényleg fogalmam sincs.
Biztos ócsó volt. Na jó van gyerekek, mára ennyi, így is örülni fogok, ha ez a videó felmegy. Ezzel a 25 percével. Úgyhogy jók legyetek, vasárnap ne felejtsétek el anyukátokat felköszönteni. Anyák napja lesz. Ciao.